Így nézett ki még néhány éve Nyírvasváriban az a római katolikus templom, amely a jelenleg iskolaként működő Lubi kúria szomszédságában áll. Az épület egykor a Lubi család kápolnája volt, a 2010-es évekre viszont annyira leromlott az állapota, hogy a hívek a görög katolikus templomban tudtak csak misézni. Szeptember 6-ától újabb fejezet kezdődött nyírvasvári életében, hiszen a régió turisztikai fejlesztéseinek eredményeként közel 10 év után ismét biztonságos és kulturált körülmények között lehetett misét tartani a római katolikus kápolnában. Toppos forrásból készítettük el, körülbelül 72 millió forint körüli összeget fordítottunk rá. Itt a településen ennek a kis kápolnának az a jelentősége, hogy a Lubi családnak volt mellette egy kastélya, és úgy keveredett ki ebből a kis templomocska, hiszen itt volt nekik a temetkezési helyük egy kis kápolna szerűségben, amiben már most átszállították az elhunytakat a nagy arba. Összekapcsolódik a két dolog. Mindenható örök Isten, áraszt ki kegyelmedet erre a helyre, add meg bőséges ajándékodat mindazoknak, akik itt segítségedet kérik, hogy igédnek és szentségeidnek ereje megerősítse híveid szívét, Krisztus, ami Urunk által. Amen. A kápolna szentelésén részt vett Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője, aki elmondta a választókörzetben, a római mellett a görög katolikus és református intézmények is megújultak a turisztikai program segítségével. Nyírség turisztikai program keretében 15 célt fogalmaztunk meg itt a választókerületben. Ebből a 15 program elemből, inkább így fogalmaznék, 10 valósult meg. Ebből 7 templomfelújítás történt meg, a görög katolikusok, reformátusok, és most pedig láthattuk, a római katolikusok is magas színvonalon újították fel a templomaikat. Az oltár mögötti rész egyelőre szándékosan kelt félkézben nyomást, mivel ezeken a falakon olyan értékes freskó mintákat találtak a művészettörténészek, amelyekből a Nagy Magyarország területén is mindössze 4-ről van ismeretünk. A freskó különlegességét az adja, hogy Szent István a szokásostól eltérően nem a szent koronát, hanem a kardját ajánlja fel Isten szolgálatára. A megyés püspök azt mondta, a fehér falak a jövőben is így maradnak. Ott a kutatások nem mutattak freskókat, tehát ott a fehérre meszelt fal az műemléki előírások szerint az fehér marad, tehát oda nem lehet akármit festeni, főleg így egy ilyen régi barokk kápolnában, ahol tényleg nagyon szép, csodátra méltó freskók vannak, ott nem lehet most a 21. századi művészeknek, mert akkor keveredés lenne. Tehát ezt nyilván a műemlékvédelem ezt előírja. Ha találtak volna, akkor persze folytattuk volna. No most ezek sincsenek még készen, tehát még a restaurálás fog folytatódni, a szentélyben lévő freskóknak a felújítása, de ez még hát forrásigény, úgyhogy sokba kerül, és ezt most egyelőre még nem tudjuk, de ahogyan a plébános úr is mondta, már most érdemes megnézni, megcsodálni, mert tényleg nagyon szép és különleges maga az ábrázolás. A szentmise után az ünnepség a nyírbátori Bátori István katolikus óvoda két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium szintén felújított udvarán folytatódott, ahol Palánki Ferenc megyés püspök az iskola aulájából a kertbe áthelyezett Bátori István mellszobrot is megáldotta.